Köszönöm szépen, és hát kedves tagok és kedves János! Kívánok nektek, hogy a Jelesten számban hamarabb megérjétek el a választát, mert az Ülő Szombaton nem csak célosztályos, hanem a hagyományos választályos országos bajnokság is lesz. És lehet, hogy már jövőre benneteket is tudjuk, hogy jövőre. Gratulálok, és köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és meg örvendettek téged a kedves Kolozsvárosi közönségében. A tévedtel tudjuk gratulálok nektek. A közösségében én a végére hagytam, mégpedig azt, hogy szeretném bejelenteni önöknek, hogy ezzel az évvel befejezem a tánctanítást Köröstarcsán is, hiszen már 40 éve elkezdtem. Még annak idején ugye Tóth János volt az igazgató a Művési Házban 40 évvel ezelőtt. Hát akkor bizony nem tudtuk még, kedves János, hogy mennyi idő lesz ebből. Hát ez bizony eltelt egy pár ezt. És szeretném elmondani. Hát elsősorban köszönöm önöknek azt, hogy ilyen szeretettel fogadtak, nem csak a 40. évben, hanem az első évben is. És nyilvánvaló, hogy ezt a fogadtatást, amiben részesítettek engem, hát ezt nyilván én is éreztem, és nyilván én is megszerettem a Köröstarcsaikat. Egy bizonyítja azt is, hogy ilyen hosszú ideig jöttem ki önökhöz, és tanítottam a fiatalokat. Én azt hiszem, hogy szép eredményt értem el a társaság tanításban, hiszen a fiatalok úgy érzik, hogy hozzátartozik az általános műveltségükhöz, és azt hiszem, hogy az egy nagyon szép eredmény, hogy a 8-osoknak 90%-os sőt volt, úgyhogy 100%-a elvégezte a tánctanfolyamat. Kedves tarcsaiak, köszönöm, hogy ilyen hosszú ideig elfogadták a munkámat, és ezzel átadom a tánctanítást egy tanítványomnak, Hajas Tibornak, aki ugye nem csak hogy tanítványom, hanem már kollégám is, hiszen elvégezte a Táncművészeti Főiskolát, és már közel 3 éve tanít. Én azt hiszem, hogy nyugodt lelkiismerettel adom át Tibornak, hiszen az elmúlt 3 évben már bebizonyította, hogy jó pedagógus, megszerették a tanítványok, és én bízom benne, hogy itt Köröstarcsán is meg fogják szeretni. És kívánok neki annyi évet, mint amennyit én tanítottam itt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, kedves vendégeinket, és egy pár szót szeretnék szólni önökhöz, illetve Béla bácsihoz. Úgy gondolom, hogy ez a 40 év, amit itt ezzel a gyönyörű pályán eltöltött, rengeteg öröm, és egy nagyon kicsi bosszúság néha, de inkább örömmel töltötte el ezen a pályán. És úgy gondolom, hogy nem kis feladat 2,5-3 hónap alatt egy ilyen csapatot felkészíteni egy ilyen magas szintű tánctudásra, úgyhogy minden tiszteletem és elismerésem Béla bácsié. És szeretnék köszönetet mondani itt személyesen Marikarinek és Béla bácsinak a rengeteg segítségért, támogatásért, amit tőlük kaptam, és ígérem itt a kedves vendégek előtt és Béla bácsi előtt, hogy minden erőmmel és energiámmal azzal leszek, hogy ezt a munkát, amit itt folytatott, amit itt bevezetett Köröstarcsán, nagyon sokáig, évekig, évtizedekig ugyanígy folytassuk.
Hát nagyon jó egészséget és nagyon szép nyugdíjas kort kívánok, kedves Béla bácsi. Köszönöm szépen. Most én szeretném átvenni a szót, és én is a 40 év itt töltött időszakát szeretném megköszönni Béla bátyáknak, hogy nagyon sok köröstarcsai fiatalat készített fel a tánctudásra, és okozott ezzel örömet, és azt az általános műveltséget adta meg fiatalink számára, amit egész életükben lassan, hogyha számolom itt a matematikában, 54 évesek az első tanítványai, ha jól számolom, és ezt a sok-sok szerető gondoskodást szeretném megköszönni a település fiataljai, és most már idősebbjei nevében is, és fogadja szeretettel tőlünk a 40 év emlékekén ezt a csekély kis ajándékot. És én is jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket és születéseket kívánok! Nagyon. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak is meleg szavait és köszöntő szavait, és Fajas Tibornak, kollégámnak. Hát befejezés ugye nagyon nehéz ugye mit mondani, hiszen még nincs teljesen vége az estének, de attól függetlenül én azt hiszem, hogy kívánhatom önöknek, hogy a tánc az mindig az örömet és a boldogságot, a jó szórakozást nincs a számukra, és bízom benne, hogy amikor táncra terdülnek, és jól érzik magukat, akkor majd egy kicsit a tánciskolás fognak gondolni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a tapsot, és akkor megkérem a tanítványokat, lehetek szívesek a kivonulásra fölkészülni. És mivel elszaladt az idő, ugye azt mondtam, hogy 9 órakor, hát az egy jó hosszú szünetet jelent, mint össze-vissza. Úgyhogy 9 óra, mondjuk legyen a 9 óra 5-kor, kedves tánciskolások vagyok, föl tudtok frissülni, és lehetőségesen majd itt bentartózni a teremben. Kérném szépen, akkor kivonulózzám őt, és 9 óra 5-kor itt találkozunk bennünk a talpamban. És akkor most megkérném szépen a fiatalságot, hogy legyen színes helyet foglalni, mert átadjuk a helyet itt a Bál királynőnek, meg a Bál királynak. Tudjátok, van ilyen is. Bizony, úgyhogy kíváncsiak vagytok rá, gondolom. Majd utána tietek lesz a terep. Most egyelőre kíváncsiak, azt hiszem, a kedves vendégek is, de nem utolsósorban a tánciskolások, hiszen az a hagyomány, hogy a tánciskolások egymás közül választják ki a győztest. A fiúk választanak a lányok közül, Bál királynőt, Bál hercegnőt, a lányok pedig a fiúk közül. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az idén lehet, hogy többeknek meglepő lesz, de szerintem igazságos eredmény született. És akkor kedves tánciskolások, amennyiben ide figyeltek rám, egy kicsit hangosabban kérném szépen itt ezt a mikrofont, mert úgy veszem észre, nem hallják, hogy én beszélek. Tessék, kicsit adjál rá, Gábor, egy kis hangot. Igen, na most már kezdenek figyelni. Tehát 2008-ban a lányok közül legtöbb szavazatot kapta, és ezzel a Bál királynő címet nyerte el, Boldizsár Mária.
Kérném szépen! Hát Marika, én azt hiszem, hogy kiemelted ezt a szép sikert, szépen gratulálok neki. Légy szíves itt mellettem, és akkor fogad szeretettel a 7. osztályosoktól ezt a gyönyörű szép virágsokrot, valamint az oklevelet is. Hát nem vettem észre, ha kérdezem, puszi volt már, mondja, hogy volt, hát akkor jól, hogy kimaradjon. Hát akkor a királynő mellé, ugye kell neked egy király is? Kellene? Lesz. A fiúk közül legtöbb szavatokat kapta, és én biztos vagyok benne, hogy valami miatt biztosan kihívta a lányoknak a elismerését, hogy őre szavaztak, és ő kapta a legtöbb szavazatot. Tehát fiúk közül 2008-ban legtöbb szavazatot, és ezzel a Báh király címet nyert el Gyaraki Ádám. Ádám egy ilyen vidám fiú volt az egész tankfolyam ide alatt, és biztos vagyok benne, hogy ezért nyerted el ezt a szép sikert, kedves Ádám. Úgyhogy ide a királynő mellé, és ide van még egy nagy feladatot. Királynőnek kéne gratulálni, nem? Hát igen, így valahogy. És akkor következzenek a második helyezettek. Hát nagyon kevés szavazattal maradtak el, és hát nyilván ez is nagyon-nagyon szép siker. Kedves fiúk, kedves lányok, és akkor mondanám, hogy a lányok közül második helyezett lett, és ezzel 2008-ban a Pál hercegnői címet nyert el Mámos Krisztina. Hát nagyon szépen, és szívvel gratulálok, neked gratulálok. És neked is hasonló szép sikert, és gondolom, hogy te is valamivel azért csak beloptad magad a fiúk szívébe, hogy rád voksoltak. Hát akkor következően a bálherceg, ugye itt Krisztina mellett kell legyen még egy bálherceg is, és ő 2008-ban Plavec Roland. Hát kedves Roland, én is gratulálok, csak közben itt el voltam foglalva. Hát én rám már nem is figyel, megvárom, mert ez a lényeg. És akkor most jövök én, gratulálok. Hát kedves táncosok, itt el vagytok ám látva nagyon szép virágokkal, meg oklevéllel, de azért attól függetlenül, hogy megkaptátok a nagy tapsokat, Ádám, meg Roland, azért itt még valamit produkálnotok is kell, hogy azért lássa a kedves vendégsereg, hogy azért nem volt ez véletlen. Úgyhogy most a győztesek mántoljon, de most legyetek szívesek. Valahova itt le lehet tenni, láttátok ide a dobogóra, lerakjátok. Szépen. Megköszönjük a segítségét. Te is szeretnének, köszönjük. Te vagy a legbeszédesebb mikrofont adnak? Nem kell. Nem? Azt mondja, a mikrofont ne adja. Jó, de Ádám hallgatózik viszont. Szeretném megköszönni a segítségét. Ennyi volt? Jó. Nagyon szépen köszönöm. Kedves 8. és kedves szülők. Én azt hiszem, hogy hát nem azt mondom, hogy nem fogok szívesen visszaemlékezni minden egyes kedves köröstarcsai tanítványom, de azt azért bizonyára tudják, hogy általában az első tanfolyam, vagy az első ugye tanítvány csoport, meg az utolsó, azok maradnak meg. Halljátok, kedves tánciskolások, mit mondok most rólatok? Hogy általában az fog megmaradni benne az emberbe, tudjátok, aki a utoljára volt tanítványa. Hát ez így van. Itt mondhatnám, ha bár János már elment, de ő meg tudná ebben erősíteni, hogy az utolsó tanítványokra emlékszik a legjobban vissza minden pedagógus, és valószínűleg így leszek én is.
Amit még el szeretnék rólatok azért mondani, amit nem mondtam el, és most itt vannak a szülők is, hogy ha egy kicsiben figyelmesebbek lettetek volna tanulni, akkor azt mondtam volna rólatok, hogy az utóbbi évek egyik legjobb csoportja volt. Volna. Ezt mondtam volna, Ádám. Tehát, érted akkor, ugye? Nem voltatok ti rosszak, csak úgy szerettetek itt sokat beszélgetni, és ha kevesebb beszéd lett volna, jobb figyelem, akkor biztosan Rozi is jobban tudna mindent. Rozika nem figyel most se, hát ő kedves szülők, nem is figyel ide, tehát Rozi, rólad van most szó. Én nem tudom, hogy lett Rozi, de valaki azt mondta, kérdeztem, hogy hívják, azt mondták Rozi. És azóta rajta maradt. Úgyhogy, na most ez az a dolog, kedves fiatalok, amiért nem mondtam azt, hogy ti voltatok a utóbbi évek legjobb csoportja, ha figyelmesebbek lettetek volna, szorgalmasaknak szorgalmasak voltatok, és ügyesek is. Úgyhogy én így fogom megőrizni emlékeim közt ennek a csoportnak az emlékét. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és akkor mostan nem felejtettük el még a győztesek táncát, nehogy azt ízétek, hogy megúsztáltok, és hagyomány, hogy a csárdást táncoljuk. Jó, készüljetek föl testben, lélekben, ide beálltok. Jó, Ádám most rákattattunk a csárdásra, ugye? Igen? Igen. Én azt hiszem, még legalább egy táncot, ugye megnéznek itt a győzet. Jive legyen! Ádám, súgjad a jive! Hát kérem szépen, akkor ráadásként egy jive-ot kérnek még. Jó, úgyhogy azt lehetnek szívesek nekem itt eltáncolni, jó? És akkor, kedves tánciskolások, tudjátok, hogy van még egy feladatunk hátra, mai nap. Úgyhogy készülődjetek, mert azután az fog jönni. Ők már tudják. Well, I can't.
kedves táncosok és győztesek, még egyszer szívből gratulálok nektek. Na most azért, hogy még egy kis tapsok kicsit karjuk a közönségtől, lehetek szívesek most beállni kettesivel. Egy tiszteletkört leírtok, jó? Kivonul, egy tiszteletkört. Ádám, érti? Te vezeted őket, Ádám. Hogy a tánciskolások itt a vizsgabemutató után egy tánc elejéig fölkérik a kedves szülőket. Tehát kedves tánciskolások, most lehetek szívesek megkeresni a szülőket, és ide fáradni a parkettára a kedves szülőkkel. Igen, a lányok apukákat megtalálják, gondolom, hogy ide bent van. Tiuk pedig anyukákat, ugye? És hát ez egy olyan szép hagyomány, hogy ilyenkor egy táncot a kedves szülőkkel eltáncolnak a tanítványok, és ez mindig egy megható pillanat, úgyhogy kérném szépen, ott Ricsi, meg Józsi, meg a többiek, meg Marika, meg Zoli, lehetek szívesek fáradni ide be a kedves szülőkkel. Jó, de? Hát nem ti, a szülők. Thank you.
időn még nem kell annyira rohanni, még lehet ide tovább folytatni, hiszen én innentől fogom átadom Kárnyász Gábornak, aki a zenét szolgáltatja segítőtársamnak. Nem kell bemutatni, hiszen már hosszú évek óta ő szolgáltatja a zenét. És azt kérném szépen még Török tanár bácsitól, hogy a világítást a fiatalok kedvéért egy kicsikét csökkentsük, mert most már átmegyünk ilyen diszkó hangulatba. Amihez kívánok önöknek, úgy mint a fiataloknak, a kedves szülőknek, felnőtteknek is további nagyon jó szórakozást. Köszönöm, sokkal szép estét kívánok mindenkinek, reméljük, hogy azért a ma esti folyamán is egészen jó hangulatba el fogjuk tölteni, akár csak mondhatnám, hogy nyugodtan, hogy már szinte egy évtizede, hiszen már picivel több is van. Először is az idősebbekhez szólnék, hiszen ezt úgy nem, hogy is kiállások, és úgy az idősebbek is egy picit lesz.